önkormányzati feladat. Sajnos én erről több bővebben nem tudok, aki tud, mondja el. Ez egy igazi eklatáns példa arra, hogy az önkormányzat hogyan áll ehhez a fejlesztendő területhez. Gondoljanak bele, hogy egy 209 ezer négyzetméter fejlesztendő terület, ugye, amelyben mindenki tulajdonos minden kötelezettséget vállal, tehát anyagilag, az önkormányzat részéről egyszerűen nem biztosított egy felvezető út. Tehát ez az önkormányzat feladata lett volna, ennek a 02/1-es útnak a lejegyzése, hogy egyáltalán biztosítani azt, hogy fel lehessen menni erre a nagy területre. Helyette az akkori önkormányzat kirakta a Rákóczi úton és a Széchenyi utcában a súlykorlátozás táblát. És akkor látván azt, hogy hát nem nagyon fog menni a fejlesztés, valamit kellene tennünk ahhoz, hogy ez a fejlesztés elinduljon. Szerencsémre a Kovács Ádám, aki annak a területnek úgymond a tulajdonosa, nagyon jó kapcsolatban vagyunk vele, és megengedte, hogy ingyen és bérmentve használjuk a telkét, és ezen történt tulajdonképpen a lakóknak a fejlesztése a mai napig. De látván azt, hogy ugye akkor még nagy lendülettel mentek a fejlesztések, hogy hát ezt nekünk meg kell oldani, hiszen a falunak sem érdeke az, hogy az útjainkat tönkretegyék, ezt le kell rendezni papíron. Tudtuk az első percről kezdve, ez nem a mi feladatunk, de mégis úgy döntöttünk, hogy bevállaljuk, úgymond jogfenntartással, hogy megvásároljuk azt a területi ingatlant, ami a Kovács Ádám területe, ami sajnos egy elég nyűgös terület, mert nagyon sok olyan veres ügyfélnek van a neve, ami nem ment volna egy könnyen, de elvállaltuk. És az összes dokumentációt, ami ezzel kapcsolatban, most ugye ennek háromszor a teljes, komplett dokumentációt beadtuk. Ebben benne vannak olyan költségek, mint az értékbecslés, a változtatási vágyrajz, és minden, ami ezzel kapcsolatban nem a mi feladatunk lett volna, vállaltuk. Háromszor kifizettük, háromszor beadtuk, egyetlen egyszer nem terjesztették a képviselőtestület elé elfogadásra. Mondva csinált okok miatt, minek utána a tulajdonos, a Kovács Ádám, ugye megkerestük, hogy mi megvennénk a telkét, de egyszerűen nem akarta eladni. Ő neki olyan tervei voltak, hogy ő majd az önkormányzattal bartelozni fog, nem pénzt akar, hanem tudják neki, van ott lent egy ilyen műhelye, és ő ebben szeretett volna valahogy egyességet. Még ebbe is belementünk, eljöttünk, elhoztam a Kovács Ádámot, el szerettem volna Reiner Vizitot is hívni, aki érintett ugye abban a területben. Itt volt az akkori főépítész, a Bagyos Szabolcs, és azt mondtuk, hogy tehetetlen emberek, ugye, vagyis megoldhatatlan problémák nincsenek, csak tehetetlen emberek, majd itt szépen megbeszéljük és megoldjuk. A vége ennek az egésznek sajnos az lett, hogy a Kovács Ádám ugye eléggé megsértették, jogi képviselő, azt mondta, hogy ők majd itt úgyis megnyerik a pert, nem tárgyalnak vele, fogta is elment erről a tárgyalásról, tehát nem volt esélyünk arra, hogy ezt a bartelezést meg tudjuk valósítani. Viszont a Reiner Ildikó, aki nem vett részt ezen a tárgyaláson, ugye amikor firtattuk itt az egyesség alapját, szóba került, és ezt a Bagyos úr mondta, hogy lehet, hogy rá fogja tudni venni a Reiner Ildikót erre az egyességre, hiszen úgy is tudja, hogy nagyobb beépítési százalékot kér az önkormányzattól. És lehet, ha ezt az önkormányzat megadja számára, bele fog menni a Kovács Ádámféle egyességbe. Na kérem, ebből az lett, hogy a Reiner Ildikó megkapta a nagyobb beépítési százalékot, mivel nem kaptuk meg az egyességre a lehetőséget se, hogy a Kovács Ádámmal vagy az önkormányzattal tudjunk partnerként tárgyalni. És amikor harmadszor utoljára feljöttem a Paksihoz, és leadtam elé a dokumentációt, nem tudott mivel belekötni, azt mondta, hogy hát ez a szabályozási tervnek ez az íve, az autóút bekötése nem igazán jó ennek a geometriája, és ez nem stimmel. Hát kérem, hogy tudják, miről beszélek. Ez a terület tulajdonképpen a Budapest főterv által a szabályozási tervre esik bele, tehát a 02/1-es feljárata a Lazarétnek, és minek utána a szabályozási tervet nem csinálhat a VKT. Ez önkormányzati feladat. Úgyhogy az önkormányzatnak kellett volna ezzel kapcsolatos szabályozási tervet megrendelnie, és minek utána a nevén van az ingatlan. És az ő ennek a tulajdonosa kétszeresen is ebbe számára kellett volna megtenni ezt a lépést. Egyszerűen ellehetetlenültünk. Nem tudtuk teljesíteni, pedig megpróbáltuk. Tehát itt az élő példa, hogy nem akarásnak nyűzés a vége.
és ez önkormányzati feladat, ezt leírta a kormányhivatal, hogy ezt az önkormányzatnak kell lejegyezni. Itt mi tehetetlenek vagyunk. Hiába adtuk a jegyzőasszonynak azt a papírt, hogy a Kovács Ádám nem hajlandó megvásárolni a területet, én nem tudom azt gondolja, hogy mi le tudjuk, be tudjuk erőszakolni a Kovács Ádámot, és letesszük ezt a papírt. Itt lép a kisajátítás, amikor valaki hát megkacsolja magát, bármilyen fél. Tehát akkor, ha jól értem, a lejegyzéshez a tulajdonos nem járult. Nem ez a lényeg, önkormányzati feladat. Igen, értem. Hát mi helyette nem dolgozhatunk, és tőlünk kéri számon. Jó lenne, ha tudná a dolgát mindenki, és akkor itt ezek a dolgok nem itt tartanának. Ebben is kicsúcsosodik a jegyző elfogultsága, amikor bejelentett a hivatalnál. Tisztelettel kérjük a tisztelt képviselőket, hogy ezt a 40-es KT határozatot ismételten vizsgálják felül, és amennyiben úgy ítélik meg, akkor módosítsák, mert tehát remélem, hogy megértették, reméljük, hogy megértették a ellehetetlenülésünket, és igazából tényleg nem tudunk ebből, tehát ez, tehát van 3-4 olyan pont, amiből egyszerűen lehetetlen kimozdulni, tehát egy olyan perhez, aminek a végét nem tudjuk, az nem köthetett, és felülírták a törvényt, tehát a... Feltételeket szabnak olyan dolgokra, amivel kapcsolatban nem szabnak. Köszönöm. Ez az egész már valahol a múlt idő. Hát itt a hivatal kisajátítás kérdője az önkormányzat ilyen tekintetben, az átadás nem történt meg, itt már a 40-esnek már az inszerepe nem osz, nem szabad, nyugodtan lehet törölni, visszavonni, mert abszolút nincs semmi értelme neki ebbe a most már meglévő helyzetet tekintve. Jó, hát az egy itt már bíróság fog dönteni ebbe a kérdésbe, nem a 40-es, meg egyenek. Vagy hozzá kell, hogy visszavonják, és egy új, vagy mit építnek be. De továbbra is én mindig megmondom, hogy itt egy hallgatfelületet, mindig azt látom, hogy most itt a jegyzőasszonyok vádolnak, más vádolnak, mindig szinte háború lenne, és ez soha nem vezetett szerintem soha semmi óra, csak ekkor az ügyvédek, a bírók meg valakinek a tárcáját nyomja igazából. De továbbra is azt mondom, hogy nincs meg igazából a kellő összhang az építő terület gazdái között. Mert önök ugye egyébként az ő csoportokat képviselik, mik a területnek kb. Egy harmadát birtokolják. Ugye? Egy harmadát? Négy, egy harmadát? Területileg körülbelül, nem? Hol? Nem fizetők a két harmadot? Hát azért nehogy már. Érdekes. Egyébként beírtam. Így igazság. Bocsát, én láttam, hogy 60. Rosszul tetszett látni. Rosszat a kémény. Rosszul tetszett látni. Másik, de amíg így nincs együtt, hogy mindenki együtt lenne, így nagyon nehéz, de az is mi Budai vannak velük. Az a másik, hogy a két csapat ugye perben van egymással, ugye ez megint egy zavaró körülmény, hogy nem tudnak valahogy megegyezni egymással, mert egész más lenne azért a dolog, hogyha ez valami színbe, egyenesbe jönne, mert egész más lenne, ugye? Az egésznek közvetítése, az árfezetése. Mert nagyon nehéz akármit dönteni, hogy ők nem akarnak, meg negatívan állnak hozzá, vagy önök esetben nem vagy fordítani. Bocsánat, kérek, elnézést, hát most mi jön? Dr. Csimcsa Mária. Hogy jön ehhez a mi más tulajdonos társak, akik nem tagjai a VKT-nak és szeres ügyekben vagyunk egymással, hogy jön ez a csatorna átvételhez? Hát kérek, nem is értem ezt. Hát a csatorna kész van, át kell venni, hogy most mi más tulajdonos társakkal, miféle peres viszonyban vagy, semmi köze nincs a csatornánkkal. Hát ön szerint így persze. De Budai úr, de ki fizette ezt a csatornát? Hát nem a nem fizetők fizették. Bocsánat, igen? Van, mondjad már. Nem, csak nem értem, hogy hogy jön ide. Igen. Hogy jön ide? Igen. Talán emlékeznek, hogy a önök leültek a nem fizetőkkel először, tehát az LMB bizottság leült januárban. Ott elhangzott egy nagyon érdekes mondat, hogy ha elismerjük a VKT létét, akkor azok módjára behajtható az érdekeltségi egység. És tulajdonképpen mindennek ez az alfája és az omegája, hogy megpróbálják addig húzni, amíg lehet, mert addig sem kell nekik fizetni, és megpróbálják jó áron eladni, ami számos példa van erre, jó áron eladni a termékeket. Amit mi fizetve finanszíroztunk. És azért egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a 19 önkormányzati terkerős is, azt mi finanszíroztuk, mert ezek az emberek, és ők egy félért nem tettek bele. Csak mindenbe ágálnak, ahogy lehet.
És sajnos ehhez nem alaptalan az a vádaskodás, ez nem vádaskodás, ez egy tények, de én is láttam egy-két olyan dolgot, ami sajnos ezen, de személyes pedig. Melyikitok milyen szinten állatok el most jelenleg, hogy van ebből a kivezetés? Most jövő héten lesz egy... Negyedik vagy ötödik bíró. Most van a negyedik bíró. Negyedik bíró. Tanulmányozza, mint lakatos ura. Tanulmányozza. De ha van javaslatsz a hajbíró, nyitottak vagyunk? Nem. Mi részünk az egyesség, mit leültünk, szerettünk volna, de nem jönnek el. Ha próbálunk perenkívül egyességet, nem jönnek el, akkor maga mit csinál a mi helyünkben? Ide jövünk és egy lehetetlen káci határozatot végigrágunk pontról pontra, mikor mindenki tudja, hogy törvényen felüli. Ha ettől többet javasol, azt is megtesszük. Mondja meg, mi a kivezetünk, és még mindig az önkormányzat pártján vagyunk, ugye? Mert nem ellenséges a viszonyunk, tehát igazából nem indítottuk el az önkormányzat károkozásával kapcsolatos pert, és még itt vagyunk és próbálunk egyezkedni. Mondják meg, mit lehet csinálni? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Mi a teendő, mondta annak idején Lenkert Társ. Tudjuk az öreget. Átértünk sok mindent. Jó, én nem akarom, nem tisztem védeni a fizetőket, a legkevésbé sem. Én csak úgy logikai alapon vizsgálva a dolgot. Azt látom, hogy ők kétségbe vonják a VKT-nek a törvényességét. Ettől a bíróságtól várnak állásfoglalást, csak sajnos a bíróság szemmel láthatólag ezügyben nem akar, vagy nem tud lépni. Ezt sajnálatosnak tartom, mert ha ezen túl lennék ezen a ponton, akkor előrébb lenne a történet. Gondolom, hogy ebben egyet érthetünk meg. Én azt gondolom, akkor ezt kipiparhatom. Az áldozatság véleme 6 éve megillette volna végtelen, itt nem kaptuk meg, ez egy dolog, de azt gondolom, hogy ha a legrosszabb esetet veszünk figyelembe, nekik akkor is fizetünk el. Mert ezt az értéket megteremtettük. És akkor azt se fog tetszeni, hogyha jogtalan gazdagodás miatt kell fizetni. Tehát ez nem volt igazából így elfogadható. Én az önkormányzat részéről szeretnék egy olyan fajta hozzáállást tapasztalni, ami mire utána a legnagyobb tulajdonos, 19 területen. Tehát lehetne egy olyan összekötő híd a két tábor között, ha semmi más is, csak a saját érdekét képviseli a hivatal, hogy próbálja meg ezt a két társaságot valahogy közös nevezőre hozni. Mert ez nekünk nem sikerült. Jó, hát én itt rögzíteni szeretném, hogy gyakorlatilag itt végigvettük a pontokat. Maradtak nyitott kérdések. Visszatartás. Már milyen nyitott kérdések? Mi maradt nyitott? Én is ezt kérdem. Tehát olyan értelemben maradtak nyitott kérdések, hogy más álláspontot mutat a VKT, és más álláspontot mutat a hivatalos 40-es KT szerinti önkormányzati állásfoglalás. Tehát én annyit... De akkor egy lépést nem mentünk előre, tehát most gondolom, igen, hogy felülvizsgálat ideje van. Én is úgy érzem, hogy sokat nem léptünk előre. Én annyit tudok ígérni, hogy a képviselőtestület felé, ha ma elhangzottakat teljes mértékben tolmácsolom, és meglátjuk, hogy milyen egységes állásfoglalás lehet ebből. Egy kérdésem, igen? Hogy a kérdések és válaszok alapján ilyen benyomásokat szerzett a tisztelt Műszaki Bizottság arra vonatkozóan, hogy ez tartható-e a 40-es határozat, ami láthatólag a beidézett törvények fölött rendelkezett és fölött áll. Megítélésem szerint is az van kívülva, hogy beidézik a papunk, hogy Pirisboros Jenő önkormányzata, és nem az, hogy Gyebi önkormányzata, ahol mi tudjuk, a Gyebi bíró az Mátyás király fölött áll. Úgyhogy ez a megítélésem. Meg amennyiben osztják az itt elhangzottakat, vagy részben elfogadják, hogy javaslatot tehetnek ennek a KT határozat törlésére, ami egyébként valóban törvénytelen, de aztán egy más dolog, hogy a képviselőtestület ügyesen megszavazásra kerül. Egy ajánlás jelleggel lesz majd a képviselőtestület. Jó, hát ezt én gondoltam, hogy ezt majd, vagy így, vagy ezt majd mi egymás közt tárgyaljuk meg.
Hát ez nem zárt ülésen, azt hiszem. Hát, jó. Hát meg pont az önök véleményére vagyunk kíváncsiak. Jó, megtárgyalhatjuk itt is végül is. Semmi kifogás. Ha valami kérdés merül föl, akkor rögtön tudunk az elhangoltakon esetleg túlmenően is kiegészíteni valamit. Bár szerintem teljesen kimerítő volt a VKT álláspontja. Szerintem minden oldal szerintem. Én még egy válaszaképviselőnök ebbe a témába mondott, hogy vádaskodás. Hát, hogyha ezt a kérdést megnézzük egy kicsit úgy őszintébben, akkor el lehet mondani, hogy a Paksi féle önkormányzat ugye azt a témát megcselekedte, hogy a törvényi előírással szemben, ellentétben fél évre később a tulajdonban egy olyan jellegű kapott a közművet, amelynek a mai napig nincs tisztázva a dokumentációja, mert nem találják sehol. Se itt, se ott. Rákérdeztük is. Nincs, nem találják, probléma. A másik kérdés szintén azzal a területre kapcsolatosan, mint ilyen ugye történt az, hogy kiadták a nagyobb építéssel kapcsolatos engedélyeket úgy, hogy nem volt a hészsel köszönő viszonyból sem. Egy évig volt a cirkusz, mire a testület megszavazta nagy kételjesen, hogy akkor rendben, de addig már régen álltak a házak. Ezt csinálta ez a bizonyos Paksi félelem. Most akkor ezek nem vádak, ezek tények. És ezért ez az ember felelni fog. Annyi az én megjegyzésem, csak ez lehet, hogy csak szépészeti megjegyzés, hogyha ezt a bizonyos Buza utcai lakóparkot megnézzük. Hát múltkor több helyről módon volt egy szép napsütéses időben körbejárni a fönti budai úti részeket is. Hát nem válik Kilis-Boros Jerőnek a dicsőségére ez a látvány és látkép, amit ott műszakilag, építészetileg és kivitelezési szinten meg. Most a Green Gallery-nek, arról beszélek, ez csak egy magánvélemény, ez nem kell nagyon, hogy mondjam, relevánsnak tekinteni, de aki ezt ugyanígy egyszer így megteszi, körbenéz ebben a falun, a községen, ami nagyon szép, templomostól, házastól, négyedértől egy napsütésbe, és akkor úgy elfacsarodik a szíve, hogyha úgy ránéz erre a területre. Még azt szeretném megkérdezni önöktől, mint tisztelt képviselők, és igazából a önkormányzati vagyon felett rendelkező képviselők, hogy tehát van 19 darab önkormányzati telep Lazaréten. És ez a fajta hozzáállás, hogy ahol csak lehet, mindenhol akadályoztatva vagyunk, ugyanakkor másik fejlesztési területek, mi tudjuk az okát egyébként, a másik fejlesztési területeken meg minden simán megy, amit be is idéztem, önök nem gondolkoztak el azon, hogy tulajdonképpen a saját vagyonukat kockáztatják ezzel? Tehát amikor tehát egy összközműves telek értéke mondjuk 20 millió forint, de ha bejön ide egy vevő 2015. szeptemberében Pilis-Borosjenő önkormányzatához, és azt a információt kapja, hogy itt ne vegyen telket Lazaréten, mert ott zűr van a közművekkel, hanem menjen át oda szembe arra a szép területre. Uraim, könyörgöm, ezek az önök ellen dolgoznak, és ez itt az önkormányzatból hangzott el. Tehát ezért kérem önöket, hogy gondolkozzanak el, hogy tulajdonképpen ez az önkormányzati vagyon, amit a mi pénzünkből megfejlesztettünk, az érték, egyre értékesebb lesz. És nem, ezt megbeszéltük már, nagyon sokszor megbeszéltük, ezt bíróságon nem lehet megoldani. Ezt úgy lehet megoldani, hogy leülünk egy asztalhoz, de ahhoz mind a két fél kell. De ebben az esetben három fél kell. Köszönöm szépen, és én továbbra is azt kérem önöktől, hogy próbáljanak abban, tehát tisztelettel kérem önöket, hogy gondolják át ezt a 40-es kártét, és gondolják át, hogy igazából milyen lehetetlen helyzetben vagyunk, és inkább fogjunk össze, és próbáljuk egymást támogatni azért, hogy haladjunk előre. Jó, én akkor Jakab Csaba indítványára
azt szeretném mondani, hogy akkor terjesszük elő a testület felé, hogy a fenti ellentmondások értelmében vizsgálja felül a 40-es KT határok érvényességét. Akkor a testület jöjjön. Tehát lenne egy ilyen... Nem most a felülvizsgálatot, vagy egy mi álláspontunkat szavazzuk meg, vagy szavaznánk hát, meg? Ezért szerettem volna, hogyha elő megtárgyaljuk, hogy milyen állásponton vagyunk. Két határozott javaslatot. Igen. Látok reálisnak, az egyik az, hogy mondjuk ennek a testületnek, a bizottsági testületnek az álláspontját, az elhangzottak alapján ezzel szemben ez a 40-es határozattal, hogy hát ezt nagyon néznek, az, hogy érvényese vagy nem. A kitételei teljesítése elfogadható-e, vagy nem, ez lenne az egyik dolog, a másik pedig az, hogy mi ugyancsak a hallottak alapján én mondjuk javasolnám, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy hogyan tudná rendezni ezt ennek a csatornatársulatnak a, illetve nem csak víziközműtársulatnak a viszonyát az önkormányzattal, illetve a ez egy ajánlás, amit ez a testület tud hozni, ilyen pro vagy kontra szavazattal, és akkor később a polgármestervel, a műszaki bizottság ezt kidolgozva, kiegészítve, meghallgatva hoz egy testületi határozatot, tehát abban is benne lesz mondani is természetes. Én ezt látom, tehát most függetlenül attól, hogy hol az igazság, vagy mi a helyes, vagy mi a egyébként sem tudunk mi álláspontot foglalkozni, a bíróság kell, hogy eldöntsön, hadd döntsen el a bíróság, nem is ez a lényeg, hanem képviselőként, önkormányzati képviselőként én azt hiszem, hogy az a szerepünk, hogy a faluban élők, vagy a faluban tulajdonlók megelégedésére egy közösségi értelemben döntéseket hozzunk, egy jövőjét megalapozzunk. Most ebben a szellemben kell határozatokat, döntéseket hozzunk. Is ez egy javaslat végeredményben, mert a döntést a testület. Azon is még kellene gondolkodni, hogy itt van egy olyan helyzet, hogy a Paksi úr jó voltából egy olyan helyzet alakult ki, amely egy 120 milliós vagyonvesztéssel járt. Mivel az egész közművelet ugye át tudtuk volna adni térítésmentesen a törvény által megszabott időben, de ezt elszabotálták, mert ez egyértelmű. Itt, amiket itt összeszedtek mindenkel indokokat, 40-es meg egyedek, az nem volt helyén való semmilyen tekintetben. Itt kérdés, hogy most a kisállítást kérte az önkormányzat, ugye az állam vagy kisállítik, vagy nem sállítik ki. Itt van egy ilyen jellegű kialakult helyzet, ami 120 millióval jár valakinek, ez nagyon fog fájni. Kérdés, hogy kinek fog nagyon fájni. Itt fog fájni mindannyiunknak, vagy az államnak, vagy nem tudom. Itt valami köztes megoldást kellene találni mindenféleképpen, hogy ez mire oda kerül abban a szakadba egy bíróság, ne találtam, vagy valami, hogy esetleg ezt meg lehetne előzni valamilyen formátumban. Hát igen, ez a második kérdésnek, illetve... Az állam nem adó híres mostanában, főleg nem, hogy nagyon kiserít és dobálja a százalékokat jobbra-balra egy nyomorult fiziközmű társulatnak, vagy egy önkormányzatnak, vagy akárkinek. Most én pont ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy reális esélye van-e, hogy egy alulról jövő kezdeményezés itt a csatornátvétellel kapcsolatban, és ez miként, hogyan, mert hát ha jól sejtem, nem tudom jól, de lehet, hogy az energiahivatal határozata előbb fog megszületni, mint a következő KT-ülés. És akkor úgymond első után köpönyek. Tehát erre is lehet játszani. Az egy külön is el. De úgy gondolom, egy bizottságnak van annyi joga, lehetősége, hogy javaslattal éljen. Mert ismerve a helyzetet, másfél-két éve miért ne tenne javaslatot, mert talán azt is lehetne mondani, hogy tisztán lát, mert itt nem először ülünk le. És számos okirat van. Azért mondjuk én ezt a dokumentum kötetet, amit ott látunk, azt tisztán látni,
Aztán... Hát az, az ember felett. De itt van, két, de már egy éve itt van a hivatalban. Az első meg két éve. Feladás jogi szempontból egy szakadás, az amit leírtétok két ezer között. Nekem még annyi kérésem lenne a bizottsághoz, hogyha is a párti elviszik ezt a témát, akkor legyenek olyan kedvesek azt a kérésünket tolmácsolni, hogy a saját telkeiket, a 19 telket, legalább jó gazda módjára kaszáltatni kéne. Egész évben nem volt kaszálva. Tehát itt a balesetvédelmi tűzrendészeti szempontból is ki van téve a honlapra, hogy parlagfűvédelemnek tűzveszély, és pont az önkormányzat a 19 telkét nem kaszáltatja, hogy ember magasságú gazda van. Ezt ugye nem tőlük várják el. Én azt gondolom, hogy ezt a KTL-ével, és ez egy elvárás, hogy legalább egy olyan hozzáállást tapasztaljuk a legnagyobb tulajdonos részéből, hogy legalább a kaszállást megoldani szíveskedjenek. Úgyhogy ne külön kérésre, hanem gondolom úgy, mint egyéb más területeken, hogy ez evidencia. A Paksi erre az egyre képes volt, semmi másra, de erre az egyre képes volt. Ezt lehet neki négy év eredményeképpen fölírni, hogy lehetne kaszáltatva a kertet az önkormányzat részéről. És mi még egy javaslatot tehetnék, hogy a képviselőtestületnek azért így említsék meg, hogyha ez videón fölkerül, a Becsnöp Istitúnk ura, hogy nézzék meg ezt a videót, hogy az érveket ne tömörítve 20 mondatban esetleg önöktől hallják, hanem itt azért elhangzott 40-50 percbe, szerintem mondatról mondatra. Ezzel kapcsolatban én annyit is szeretnék mondani, hogy saját szakára én ebben nem megyek bele, tehát én a jegyzőasszonytól mindenképp egy állásfoglalást kell kérjek, hogy nincsenek-e benne olyan pontok, ami esetlegesen olyan... Nincs. Milyen pontok? Bocsánat, képviselő úr, mi ezt tudjuk, tehát szó fel sem merült, hogy ki nem járul hozzá a videóhoz, igenis követeljük, hogy így egy az egybe kerüljön föl, és a jegyzőkönyvet is szeretnénk megkérni a tisztelt jegyzőkönyvvezető hölgyet, hogy a lehetőségei szerint minél bővebben írja le, és kérjük, a transzparencia nagyon-nagyon fontos, itt nem hangzott el semmi olyan titok, semmi olyan dolog, ami nem lehet közé tenni, határozottan követeljük. Szavaztassa meg, és mindenki megszavazza. És nem úgy, mint az előző, hogy honlapon lesz olvasható. Szeretnénk minél előbb. Mert ezt is el kell tudni. Bocsánat. Látva még a önkormányzat műszaki bizottságának összetételét, túllépve a 40-esen, ami szerintem körülbelül olyan relevanciával bír, mint a Schweigbe a Ferenc József kép, amit a sörözőben bizonyos atrocitások értek. Tehát az abszolút szinte kártárgyal róla, viszont a Műszaki Bizottságnak nagyon is feladata és saját érdeke lenne, hogy egy komplexebb áttekintéssel az egész falu közművesítését is, meg egyéb építési kérdéseit tekintse át, és hogy mondjam, foglalkoznék vele. Tehát ezen a rajzavétel egyszer túl kellene jutni, meg esni, a kislánynak az első szerelme, úgyhogy egy év eltelt a új önkormányzat hivatalba lépése óta. Annak idején ez egy kéthetes tárgyalási sorozatra volt prognosztizálva, kicsit több lett belőle. Elnézést kérek, ha ez az előbbi téma lezárult, én szeretnék még röviden. Én Dr. Csincsa Mária vagyok, a 629-es erőző számú lazaréti telek tulajdonosa, egyébként BKT-ta. És két ügyben vagyok érintett, amelyek most itt szeretnék önöknek elmondani. A telekadó, ami az új telekadó, ami számomra problémákat jelent, valamint a kelet biztosítéki jelzálogjog, amelyel az én telkem is megvan teltve. Egy picit megszakíthatom? Igen.
ez nem a mostani ülésnek a napirendje. Erről nem tudunk szavazni, nem is kell szavazni, csak meghallgatni. Bocsánat, nem része. Jó, és többen úszonggal állnak, alá is írtuk. Csak úgy gondoltam, hogy felolvasnám, hogyha még van legalább és három. Tud róla, hogy volt egy ilyen, az előző KT ülésen egy ilyen telekadóval kapcsolatos felszólás. Igen. Lakossági részről? Tud róla. Nem ugyanarról van? Nem. Hasonló. Nem ugyanarról, de hasonló. Jó. Bocsánat, és ez érinti a nem fizető tulajdonosokat is. Hát ez az. Tehát közös ügy. Na, gyorsan elolvasom, mert egyébként írásban ott van. Tisztelt képviselő! Az alábbiakban felsorolt ügyek rendezése tárgyában fordulunk Önökhöz, és kezdeményezzük Lazarét ügyeiben a mielőbbi megoldásokat. Kezdeményezésünket kérjük, hogy a képviselő testület elé szíveskedjenek terjeszteni és érdemi intézkedéseket hozni. Az első téma a telekadó. Álláspontunk szerint Lazarétben a telekadó bevezetése diszkriminatívan és önkényesen történt. És ez így van a mai napig. A közterviselés elve Pilis Borosjánál nem működik. Mert aki fejleszt és értéket teremt, az adót fizet. Aki nem, az adómentességet élvez. Lehet az magánszemély, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társulás. Lazaréten még nem fejeződött be a közművesítés, egy magántulajdonos építési engedélyének kiadásához nem lehet meghatározni az adózási kötelezettség keletkezésének időpontját. Az érintett alapvető jogok és elvek ebben az ügyben. Az egyenlő bánásmód követelménye. A törvény előtt mindenki egyenlő, idéz. Mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Ez az alaptörvény 15-ös cikk 1-es 2-es bekezdésből idéztem. A másik fontos idézet. A közterviselés elve. Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez. Alaptörvény a 30. cikke. Szóval, kiszámoltuk, hogy hogyan is néz ki most hirtelen a telekadó értéke. Számítással megpróbáljuk érzékeltetni. Lazaréten a magántulajdonú telkek nagysága összesen 126.322 négyzetméter. A fejlesztésre adott osztatlan közös telkek területe 19.875 négyzetméter. Kettő együtt 146.197 négyzetméter. 2013 évben 90% adómentesség esetén Lazaréten a magántulajdonú telkek adója összesen 2.923.940 forint volt. Ugyanennyi volt 2014-ben is. 2015-ben, miután 200 forint per négyzetméter telkadót vezettek be, tisztelőség, értelmszerűen, a telepadó összege 29.000 annyi. 29 millió. No, ez olyan mértékű adóemelés, amely azon tulajdonosok esetében, akinek a magánvagyonából készült el közel 80%-os készültségben a közművesítés, ezen tulajdonosok esetében diszkriminatívnak és igazságtalannak tartjuk ezt a tízszeres emelést. Az igaz, az adózás rendjét az önkormányzat jogosult megállapítani, de az nem tiltott, hogy az ilyen mértékű állami, illetve önkormányzati vagyon létesítése esetén az adózás mértékét ne lehetne csökkenteni. Tehát a probléma ott áll, hogy mi egy vagyonnövekedést a saját pénzünkből itt beruházással elértünk, és még ráadásul mi fizetünk tízszeres adót. Ez a dolog rövid lényege. Olvasom tovább. Mindezek mellett szeretnénk megjegyezni, tudomásunk van arról, hogy egyes adózás alá eső lazaréti telkek esetében az önkormányzat vagy a korábbi 10%-os adót vetette ki, vagy egyáltalán semmilyen adót nem vetett ki. A 2015-ös adóévre vonatkozólag. Ezt természetesen megint csak diszkriminatív eljárásnak tartjuk. Kérjük ennek tisztázását, kivizsgálását. Nyilvánvaló, hogy az adótitok hatálya miatt külön-külön az ingatlanokra vonatkozólag nem lehet ezt nyilvánosságra hozni,
ezért százalékos kimutatást szeretnénk kérni arról, mennyi telep kapott adóhatározatok, és abból mennyi rész, amely kedvezményben, részbeni vagy teljes kedvezményben részesül. Azt gondoljuk, hogy ennek nyilvánosságra hozatala minden fél számára a tisztánlátást és esetlegesen a bizalomnövelését szolgálná. Na, itt a lényeg. Második a keretbiztosítási jelzálogjog témája. Kérjük azon tulajdonosok ingatlanairól a keretbiztosítási jelzálogjog törlését, vagy annak mérséklését, akik a közművesítést megfinanszírozták. Az említett tulajdonosok magánvagyonából lett összközműves az önkormányzat 19 ajándékteke, és az állami, illetve önkormányzati területek, azaz utak, közterületek, közparkok is. Ugyanakkor tudomásunk van arról, hogy Lazaréten van olyan ingatlan, Lazaréten, amelyen kezdettől fogva nincs rajta keretbiztosítási jelzálogjog, illetve az önkormányzattal létrehozott csere következtében nem került rá a keretbiztosítási jelzálogjog az adott ingatlanra. Ez megint nagyon fontos. Álláspontunk szerint itt sem érvényesül az egyenlő bánásmód követelménye, illetve ismeretlen okból az önkormányzat és a magán, az a fajta magántulajdonos közötti külön megállapodás meglétére utal az önök eljárása. Feltételezzük ennek a külön megállapodásnak a meglétét. Ha vannak olyan tulajdonosok, ilyen Lazaréten, akik nem telkére nem vezették rá a jelzálogjogot. Na, önök mire gondolnának az én helyemben? Na, nagyon köszönjük. Kérjük a fenti indítványainkat, terjeszték a párti elé, és mielőbbi megoldását, kérdések mielőbbi megoldását felé. Nagyon szépen köszönjük. Le van adva. Én csak azt szeretném mondani, hogy volt egy hasonló lakossági kezdeményezés, nem pont lent, de hasonló. És én csak mondom, hogy javaslatként ott egy járható út volt, hogy a adott beadvány aláírásokkal van. Igen. Hogy akkor abban az esetben úgy történt, hogy az önkormányzat felé leadták, és kérték a... Jó. Akkor csak szerettem volna javasolni, hogy ezt az utat válasszák, ez egy működő. Én csak gondoltam, hogy már itt ilyen szépen együtt. Jó, akkor... Okay. Meg Lazaréttel függ össze. Jó, értem. Azt hittem, hogy azt kérjük, hogy mit terjesztünk. Nem. Jó. Akkor én azért visszatérnék akkor a képviselő úr indítványaihoz, hogy akkor én megfogalmaztam, és akkor kérném, hogy véleményeztek. Tehát, ha jól értettem, a javaslat lényege az, hogy két külön kell szavazzunk róla, két napirendi pont. Az első, hogy az LMB Bizottság a 2013/40-es KT határozat pontjait nem tartja maradéktalanul teljesíthetőnek. Ez a mi állásfoglalásunk, ez az első pont, amiről szavaznánk. Teljesíthetőnek, most nem erről a teljesítettenek. Vagy nem teljesítetnek, Nem teljesíthetőnek. Jó, értem. Van egy szó. Jó, értem, ez volt a lényege. Egy. A kettő pedig ennek folytatása, hogy és ennek szellemében javasolja a képviselőtestületnek a 40-es KT határozat felülvizsgálatát. Okafogyottság miatt is. Igen. Jó, tehát akkor ez... Jó, akkor erről kellene most szavazzunk, hogy elfogadjuk-e, így van. Sikerült jegyzőkönyvbe? Jó, köszönöm. Jó, és akkor erről szavaznánk. Illetve hát volt itt egy harmadik kérés a lazaréti telektulajdonosok részéről, hogy kérik. Ezt most én nem tudom megítélni, hogy mi ennek a relevanciája, úgymond, de kérik, hogy az önkormányzat a saját tulajdoni telkeinek a gazmentesítését, harlapfűmentesítését tegye meg. Egy ilyen
határozati javaslat. Lehet az is, most bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, az is lehet, hogy nyitott kapukat döngetünk. Uh-huh. És ez megtörtént közben. Nem történt. Jó, oké. Okay. Ezt én sajnos nem vagyok információ birtokában, de akkor ez lenne esetleg egy harmadik javaslat. Határozati javaslat. Jó. Akkor föltenném szavazásra a három határozatot. Kérdésem még lehetne a testi betelét, lehetne vinni, ugye amikor legutoljára találkoztunk a könyvtárban, arról volt szó, hogy azért ilyen magas a lazarét adója, mert addig ezt fizettek el, míg meg nem jelenik egy új település fejlesztési szerződés. És majd, ha azt alá fogjuk írni, ez csökkenni fog. Én szeretném, hogyha, nem tudom, van-e erről az új településfejlesztési szerződési tudomásuk, de most már eltelt egy év. De egy mondat, ennek hatálydés volt, hogy aki január 31-ig aláírja, az kedvezményt kapna most se szerződés, se január. Többen kérdezik tőlünk, hogy azt akkor meddig kell ezt a magas adót fizetni, hol van az új szerződés? Lehetőség sincs aláírni, hogy jó pozícióba kerüljön az ember. Hát úgy tudom, hogy ez a településfejlesztési szerződés, ez alapjában úgy néz ki, hogy a polgármester területnek kell keresni, és akkor megvizsgálni, hogy van-e helye. De ez eleve nem világ vonatkozik, az a véten minden állapot megvan, ki van alakítva. Nem, én csak tolmácsolom azt, azt a már nincs leadás, plusz-minusz, meg semmit nem lehet csinálni. Én magam nem szavaztam meg. De ez a tartalma. Ami még képlékeny, arra vonatkozhat, de erre már nem vonatkozhat. Nem, mert mondjuk bármelyikről lehetne mondjuk. Csak azért látjuk, hogy legyen egy vége ennek a dolognak, mire várunk, vagy egyáltalán. Tehát azért én azt gondolom, hogy ennek az adóemelésnek mellékletét kellett volna képezze ez a fajta településfejlesztési szerződés minta, hiszen ennek alapján eldöntötték, hogy megemelik az adót, és nekünk esélyt nem adtak arra, hogy ennek a mellékletét egyáltalán átgondoljuk. Én véleményem, magánvéleményem. Nekünk van már településfejlesztési szerződésünk, ezt mi már teljesítettük. Tehát a magam részéről nem vagyok hajlandó újat aláírni. De akik kérdeznek ezzel kapcsolatban, nekik joguk van látni azt, hogy mi forog kockán, meddig kell magas adót fizetni. És ha ő aláírja, lehet, hogy csökkentik az adót. Mert naponta nagyon-nagyon sok telefont kapunk ezügybe, hogy most mi várható ezzel az adóval. És itt ugye van egy légüres tér, ami gondolom... Erre a Csaba válaszát tudjuk akkor mondani, vagy... De hát önök az elemi bizottság fejlesztésség hát, elvileg, és mi ezzel a hittel jöttünk ide, hogy minek utána a bizottság, nyilván, hogy valami sejtésük vagy információjuk van. Én azt gondolom, hogy azért ezt az önkormányzat úgy... Nincs. Nem. Röviden nem tudok mondani. De bocsánat. Hát én ezt elég... Itt a tulajdonos, bocsánat, a tulajdonostárs felolvasott, nem akarom a szót szaporítani, de azért önök is tisztában vannak ezzel, és én úgy tudom, hogy nem egyszer felszólaltak a KT ülésen, hogy ha jól tudom, 5 fejlesztési terület van Frissboros jelen. Az 5 fejlesztési területből csak lazarét fizet adót. Mindenki kedvezményt kapott. Hol ezért, hol azért, hol azért kapott kedvezményt, mert megállapodtak, hol azért kapott kedvezményt, mert cég, és itt tudok a legutóbbi ülésükről is, hogy visszavonták, és illetve kezdeményezték. Igen, kezdeményezték, de itt azért egy dolgot önöknek tudniuk kell, hogy ez a településfejlesztési szerződések annak idején, 2001-2 környékén mindenki egy sémáról indult el. És itt arról szólt a történet, hogy ha, mikor befejeződik a fejlesztés, tehát a közművesítés, utána 4 évig adómentességet kap az a terület. Most mindenki megkapta, lazarét nem. De egy nagyon érdekes helyzet adódott elő, lazarét nem fejezte be még a közművesítést, mert a csapadékvíz csatorna és az út még hátra van, de sikerült 2012-ben egy olyan érdekes kanyarral megoldani a lazaréten a adóbevezetését,
hogy egy magántulajdonú tulajdonos, egy magántulajdonú telek építési engedélyéhez, bocsánat, lakhatási engedélyéhez kötötték azt, hogy na akkor innentől kezdve adózik. Tehát felépült egy ház, kapott lakhatási engedélyt, onnantól kezdve adózik Lazarét. Ezt már senki minden. Nem értette meg. És ezt nem is tudják megérteni. Ezt az önkormányzat, a kormányhivatalban sem érti. És mindenki, ezen kívül, mondom, ha jól tudom, 5 fejlesztési terület van, 4 mindenkivel sikerült megállapodni, megállapodást kötni, de velünk sosem volt hajlandó leülni, mert a mi létünket állandóan kritizálta, és ez egyébként a jegyző az, hogy ki is mondta, hogy azért nem, mert önök nem ültek le az önkormányzattal. A többivel mindenki vele tudott ülni, velünk nem. Jó. Szomorú. Tolmácsoljuk az állásfoglalásokat, álláspontjukat. Köszönjük szépen. És mennyire tudjuk, képviseljük a testület előtt, és ennyit tudok mondani. Jó. De inkább mint képviselő, tehát nem annyira, mint bizottság. Igen. Akkor én azt javasolnám, hogy akkor határozunk. Jó? Ha felolvasnám egyes számú határozati javaslat. Az LMBD bizottság állásfoglalása szerint 2013/40-es KT határozat pontjait nem tartja maradéktalanul teljesíthetőnek. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Egy egyhangú igen. Jó. Kettes határozati javaslat. Ennek szellemében a bizottság felkéri a képviselőtestületet, hogy vizsgálja felül a 40-es KT határozat érvényességét. Pontja érvényességét. Jó. Akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Egyet egy hó, igen. Jó. És akkor itt van egy hármas határozati javaslat. Felkérjük az önkormányzatot, hogy lép a Lazaréten fennálló tulajdonát a gazmentesítés végezel. Gazis parlaki, tehát fennálló tulajdonás, gazis parlaki mentesítés kérdésében járjon el. Végezel. Határozattal egyetért. Az készfeltartással jelentkezett. Három, igen, egy hangú. Jó. Csak egy kérdés még gyorsan, hogy akik nem kaszál, legyen az végátétlag, vagy nem végátétlag teljesen, ezeket miért nem lehet büntetni, bevétel kellene az önkormányzatnak? Ezt mások így csinálják. Az a helyzet, hogy mi most nem vagyunk a végrehajtó hatalomnak közben, csak képviselők vagyunk. Jó, hát csak ez egy javaslat. Hogy az adott önkormányzati rendeleteket hogyan hajtja végre az önkormányzat. Diszkriminatív. Itt is minden fillére szükség van. Aki nem tartja a portál rendbe büntetni. Ezt máshol így csinálva. És azt tudom mondani, hogy ezzel a javaslattal tudok élni a képviselőtestület felé, és forrálást jelezni fogom. Jó. Ha nincs más javaslat a bizottság részéről, akkor ezzel a bizottság is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a részét. Köszönjük. Köszönjük.